Szia! Hát a szoptatással kapcsolatban rengeteg okosságot, rengeteg jó tanácsot fogsz hallani, vagy már talán hallasz is, és bizony sokszor nehéz eligazodni ebben az útvesztőben. És ezek a tanácsok, hát ezek legtöbbször ilyen régi, idejét múlt gyakorlaton alapulnak, és akár még károsak is lehetnek, és akár még meg is nehezíthetik a szoptatásodat. Úgyhogy ebben a videóban az 5 leggyakrabban hallott tévhitet és jóindulatú jó tanácsot vesszük végig, hogy mi is az igazság ezekkel kapcsolatban. De mielőtt belevágnénk, hadd mutatkozzak be, Rácz Kata vagyok, dúla, szülésfelkészítő és anyuka. A dúlaságot Amerikában és Magyarországon tanultam, a szülésfelkészítői végzettségemet pedig Amerikában szereztem. A videóimat azért készítem, hogy a szülést és a babagondozást azt egy olyan természetes folyamatnak fogadd el, hogy merj hallgatni az ösztöneidre, és a szülésed és a szoptatás az könnyebb legyen, egészségesebb legyen, és egy nagyon boldog élmény legyen az életedben. Na hát nézzük az első ilyen jó tanácsot. Hát ez úgy hangzik, hogy hát a szoptatásra arra fel kell készíteni a melleket. És hát bizony, ezt mondja még sok ilyen szülésfelkészítő, hát szakkönyv is, olyanok is, amiket lehet manapság is kapni könyvesboltban, és bizony nagyon népszerűek anyukák között. Hát az egyik, amiket csak megemlítenék ezzel kapcsolatban, az például Ingeborg Stadelmannak a Bába válaszol című könyve. Hát bevallom őszintén, ez nálam egy kicsit túlfeszítette a húrt már az íróolajokkal és a homeopátiával, de aztán végleg ezt akkor tettem le ezt a könyvet, amikor azt állította, hogy a szülés, hogy a szoptatásra fel kell készíteni a mellett, hogy az durva törülközővel kell dörzsölni, hogy az majd úgy menjen magától. Na hát ez nem igaz. Ez egészen egyszerűen nem igaz. A szoptatás az valóban egy nagyon furcsa érzés, és nagyon meglepő, hogy ez a kis picike, 3 kiló körüli kisbaba, hát ez ilyen erősen tud tényleg szopizni, és ilyen erős vákumot képes képezni. Tehát a melleink általában azért valóban nem ilyen bánásmódhoz szoktak. És bizony előfordulhat, hogy a szoptatás az elején, az fájdalommal jár. Na most, ha fájdalommal jár a szoptatás, akkor mindenképpen érdemes ezt szakemberrel megnézni, mert lehetnek olyan problémák, amik valóban fájdalmat okoznak, és ezeket a problémákat meg kell oldani. De azért az igazság az az, hogy teljesen jó merretétel mellett, hogyha a babának nincsen semmiféle kis problémája a nyelvével, hát akkor is egyéni érzékenységtől függ, és bizony az elején a szoptatás az lehet fájdalmas. Hát erre annyit mondok, hogy tényleg ne add fel, hogyha nagyon fájdalmas, keres szakembert, de ne add fel, tehát ezeken a kezdeti nehézségeken, hát ezeken át kell lépni, az eleje az nem könnyű a szoptatásnak. Még akár az is előfordulhat, hogy a mellbimbód az kicsit kirepedezik, még akár egy kicsit vérezhet is. Kend be anyatejjel, utána hagyd egy kicsit szabad levegő megszáradni, és hát bízz a természetben, hogy ez a probléma, ez majd meg fog oldódni, és ebből bele fogtok jönni, de hát semmiféle durva, frotírtörölközős dörzsölés nem szükséges, sem ilyen kenderkötéllel dörzsölés, sem jutazsákkal dörzsölés, tehát semmi ilyen, ezek borzasztó dolgok, tehát nem kell az embernek egyáltalán saját magát azért kínozni, mert hogy szoptatni fog. Tehát ez nem igaz. Erre nem kell felkészíteni a mellett. Na most a másik ilyen tévhit az az, hogy hát a szoptatás után a maradék tejet, az ki kell fejni a mellekből, és hogy a mellett üresre kell fejni, mert különben mellgyulladás lesz, vagy én nem tudom, mi lesz. Na hát a fejéssel igazándiból a tejtermelést lehet fokozni. Méghozzá egészen elképesztő mértékekben, ugyanis a tejtermelés az úgy működik, az emberi mell, meg minden állatnak a melle is az úgy működik, hogy annyi tejet fog termelni, amennyire szükség van, tehát amennyit elfogyasztanak. Na most, hogyha a szoptatás után még fejsz, akkor ebben fokozni tudod a tejtermelést, de hát a kérdés az, hogy kinek lesz vajon erre a tejre szüksége. Ugyanis amennyi a kisbabádnak kell, az megtermelődik magától. Tehát a mellei tudják, hogy mennyire van szükség, annyit fognak pont termelni. Tehát hogyha csak nem akarsz tejkereskedést nyitni, vagy hát hogy az egyik barátnőm csinálta, ő anyatejből rengeteg szappant főzött, tehát hogyha nem ez a célod, akkor nem szükséges kifejni a maradékot. És a legfontosabb, amiért azt mondom, hogy ezt nagyon gondold végig, és én nem tanácsolom, hogy fejjél, az, hogy az anyatej az más minőségű a szoptatás elején, és más minőségű a szoptatás végén. A szoptatás elején a tej az inkább ilyen vizesebb, a szomjoltú,
az tényleg a kisbabának a szomjúságát hivatott oltani. És aztán, ahogy jön a hátsó tej, az sokkal zsírosabb, sokkal táplálóbb. Na most mi történik, hogyha a melledet kvázi üresre fejed, tehát a szoptatás után még fejsz, hát akkor az történik, hogy ezt a zsírosabb, táplálóbb anyagot, ezt nem a babának adod, hanem ez megy a fagyasztóba. Tehát ezért is nagyon fontos ezt végig gondolni. Ráadásul egy kisbabával, ugye az elején, a gyermekágyas időszaknak az elején, hát úgy van bőven mit csinálni, és ez nem egy könnyű időszak. Tehát én azt mondom, hogy ne csinálj magadnak még macerát ebben, hogy ezt sterilizálni kell, üvegezni kell, elmosni kell, feliratozni kell, fagyasztani. Tehát van elég dolog, amit tenni kell egy kisbabával, ettől próbálj inkább ettől megszabadulni. Na most a fejés, az tényleg egy nagyszerű dolog, akkor, hogyha a kisbabáddal nem vagy együtt, hogyha valami ok miatt a szoptatás az nem megoldható. Vagy nagyon jó a fejés akkor is, hogyha tényleg a kisbabának van valami olyan problémája, hogy nagyon erősen koraszülött, vagy valami miatt nem tud szopizni, akkor természetesen kell a fejés, és akkor nagyon jó. De hogyha egészségesek vagytok, minden rendben van, együtt vagytok, hát akkor igazándiból ez a fejés dolog, ez egyáltalán nem szükséges. A harmadik ilyen tévhit, meg amit ugye az ember sokszor hall, főleg akkor, hogyha a kisbaba sírós, vagy fáj a pocakja, vagy valami baja van, hogy hát azt mondják más nők, hát ezt főleg idősebb nők szokták mondani, hogy ó, hát azért sír a kisbabád, vagy azért nem nő eléggé, mert hogy híg a tejed. Paf. Na most az anyatej, az nem olyan tej, mint amit a boltba veszünk. Tehát ha azt gondoljuk, hogy tej, csak így, hogy tej, akkor sokszor arra gondolunk, ami úgy kijön a dobozból. Az mindig ugyanolyan zsírtartalmú, mindig ugyanolyan színű, minden mindig ugyanolyan rajta. Ez egy beállított, homogénezett valami. Az élő tej, az viszont nem ilyen. Az nem egy ilyen állandó valami. Ez folyamatosan változik, például egészen más egy koraszülött kisbaba anyukájának a teje, egészen más a nagy melegben az anyatej, mert akkor az sokkal vizesebb, hiszen a babának többet kell szopizni, ahogy a folyadék háztartása rendben legyen. Más reggel a tej, más éjszaka a tej, más délután a tej. Tehát egy anyatej, az napszakonként, időszakonként változik, és mindegyik tökéletes. Hát itt hoztam is egy képet, ezt nézd meg, hát ennyiféle lehet az anyatej. Tehát színében, zsírtartalmában, állagában, mennyiségében ez nagyon-nagyon változik. Tehát én azt mondom, hogy bízz magadban, bízz a természetben, hogy a te tested által termelt anyatej az a legeslegjobb táplálék a te kisbabádnak. A következő ilyen jó tanács, hát ez nem is egy jó tanács, ez egy ilyen nagyon gyakorlati dolog, a legtöbb nő ez így csinálja, hogy hát a szoptatás után megbefisztetik a kisbabát. Na most az előre elmondom, hogy ezzel kárt csinálni, hát azt nem lehet, tehát ezzel az égvilágon semmi rosszat nem csinál vele az ember, de igazándiból olyan túl sokat nem is használ. Hát van, hogy tényleg befizik egy kicsit, de van, hogy nem. Ugyanis a szopizással a kisbabák azok vagy nem nyelnek levegőt, vagy csak kevés levegőt nyelnek, vagy ha nyelnek is, hát ez vízszintesen is ettől ugyanolyan jól megszabadulnak. Na most, ha még nappal böfisztetsz is, meg általában édesapák nagyon szeretnek böfisztetni, hát azt ajánlom, hogy legalább éjszaka ne böfisztesd. Tehát az éjszakai szoptatásoknál azt olyan fél homályban, csendben, gyorsan, minél kevesebb stimulussal csináld a kisbaba számára, hogy ő is hamar visszaaludjon, meg te is. Tehát ne kapcsolj nagy villany, ne tedd tisztába, ne böfisztesd, csak szépen megszopiztatod, szépen csendben visszarakod, és próbáljatok minél hamarabb aludni, hogy az éjszakából a legtöbb pihenést hozd ki magadnak is. Hát és aztán a legutolsó ilyen szoptatással kapcsolatos jó tanács, ezek a bizonyos K betűs zöldségek. Hát ezt nagyon gyakran úton, útfélen halljuk, hogy hát ne egyél K betűs zöldségeket, mert majd ettől fájdul meg a babának a hasa, vagy hogyha ne adj Isten, sír a baba, és hogy azt mondjuk rá, hogy hásfájós, akkor azt mondják, hát miért biztos olyanokat ettél, amit nem kellett volna. Na most ezt jó lenne elhinni, hogy ilyen egyszerűen megoldható ez az egész hasfájós probléma, de hát ez nem. Tehát ez általában az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen zöldségeket eszik az anyuka. Tehát ezek a K betűs zöldségek, a káposzta, a karfiol, a karalábé, ezek valóban puffasztanak. Puffasztanak, nehezen emészthetők, mert tele vannak rosttal. De az, hogy ezek nehezen
emészthetők, ezek azt csinálják, hogy a te beledben keletkeznek gázok. Tehát ezek a gázok, ezek a beledben keletkeznek, ezek nem fognak átmenni az anyatejbe, hát az anyatejed az nem bugyborékos, tehát az égvilágon a kettőnek semmi, de semmi köze nincs. Ráadásul ezek a K-betűs zöldségek, hát ezek gazdag tápanyagforrások, tele vannak vitaminnal, ásványi anyaggal, rostosak, segítik az emésztést. Tehát én azt mondom, hogy ezekről egyáltalán nem mondj le azért, mert szoptatsz. A másik szintén ilyen ne egyél ezt meg azt, hát még az szokott lenni, hogy ne egyél mondjuk epret, vagy málnát, vagy én nem tudom milyen szezonális gyümölcsöt, ami van, mert hogy majd ettől lesz ilyen grízes a kisbabádnak a bőre. Hát a legtöbb kisbabának bizony grízes a bőre, akármit eszik az anyuka, hiszen az anyatejbe valamennyi átmegy azokból a hormonokból, ami a mi testünkben van, és hát a szülés után az embernek a hormonjai, azok elég sokat változnak. És hát erre reagál a kisbaba, ez nem fáj neki, az égvilágon semmi rossz nincs benne. Tehát én azt mondom, hogy a szezonális gyümölcsökről, hát arról sem mondj le, hanem inkább fogyasz belőlük minél többet, mert tele vannak vitaminnal. Tehát így az oktatás kapcsán tényleg nagyon sok jó tanácsot hallasz, nagyon sok észrevételt, megjegyzést mindenkitől ehhez, úgy mindenki szeret érteni, ez egy kicsit olyasmi, mint a futball, hogy mindenki tud róla valami okosat mondani. Hát én azt mondom, hogy legyél éber, és bizony ne fogadj el mindent kritika nélkül. Sajnos még egészségügyi szakemberektől is néha-néha hallani, hát egészen hajmeresztő jó tanácsokat. Na most egy picit, hogy mégis hogy igazodj el, hát erre egy olyan módszert javaslok, ami hát nem az én módszerem, hanem ezt V. Ungvári Renáta, egy elismert IBCLC szoptatási tanácsadó, hát ezt ő írta le a könyvében, és az ősasszony teszt. Hát mi ez az ősasszony teszt? Hát ez egy kicsit az, hogy amikor egy jó tanácsot hallasz, akkor egy pillanatra csukd be a szemed, számolj előttig, és gondold végig, hogy a barlang lakó ős anyánk, hát ő úgy mit tett volna? És csinál te is azt. Tehát ezzel akkor nem csinálhatsz olyan nagy hibát, hanem tényleg hallgass az ösztöneidre. Az ösztöneink, a megérzéseink, ezek általában segítenek nekünk, hogy helyesen döntsünk a kisbabánk táplálásával kapcsolatban. Viszont, hogyha kérdésed van, hogyha tényleg valami komoly problémád van, akkor fordulj szakértőhöz. Na most ilyen alap problémákban dúla, vagy akár nőismerősök, akik tényleg szoptattak, és valóban szoptattak, legalább egy évig, ők is valószínűleg tudnak segíteni, de azért, hogyha komolyabb problémád van, akkor feltétlenül keres laktációs tanácsadót. Találhatsz a Facebookon, hál' Istennek most már egyre többen vannak, és azok, akik az igazán a legképzettek szakemberek, az ő nevüknél az áll, hogy IBCLC, tehát ők a legmagasabban képzett szoptatással kapcsolatban tudással rendelkező szakemberek. Na most szintén hasznos lehet még a nagyobb városokban, már szinte mindenhol van, a La Leche Ligának a helyi szervezete, ahol találkozhat szoptatós anyukákkal. Ez egy ilyen támogató csoport, ahol a szoptatás és a babagondozás van a középpontban. Tehát akár ott is meg tudsz beszélni alapvető kérdéseket. Hát remélem, hogy egy kicsit sikerült helyre tennem így a szoptatással kapcsolatos jó tanácsokat, hogyha a szoptatásra szeretnél még jobban felkészülni, vagy a szülésre még jobban felkészülni, akkor nézd meg a honlapomat, a www.tiédaszülés.hu oldalt, és itt találsz majd egy ingyenes szülésfelkészítő órát is. Nagyon szép babavárást kívánok neked, és sikeres, boldog, örömteli szoptatást! Szia!